Szeretném üdvözölni a újra nézőket, teammate csapatát szeretném bemutatni. Dubs lesz Regár, a Justin újra a frontline variannal, Yoda lesz Gul'dan, és Röbbi Rana is maradni. Robadaba lesz Muradin, majd a másik oldalon Arkin hozta el Falstadot, tőle jönnek majd a Mighty Gustok, Fat 94 lesz majd Tyrell, Vanillae, Malfurion, healing pozícióra, és végül John lesz Valla ötödikként. Fel is álltak a csapatok középre, szép a minion blokkolás, hogy kicsit ki is lehetessék ezt a hullámot. De a rotálás úgyis lentre megy, de Haka szépen helyezkedik fent. Így középen el fog maradni az a harc, amire ennyire felgyülem lett az embersereg. Igen, top lesz megint a solo lane, ahogy látom. Négyen pedig minden is botlane között fognak majd biciklizni a mountokkal. Jó corruption. És nem a corruption buildet hozza. Érdekes. Eddig pont ez a pálya, ahol egyébként nem lenne annyira erős itt a felflame. De pont az hozzá. Érdekes elgondolás, de hát Amerikát most nem tudhatod mi jár a fejükben. Ó, ott ugye lehet bajban, de onnan könnyen kijön. Ott négy embertől jó nagy pofont kaphatott volna. Elég bátor volt, hogy azt a pozíciót választotta a lefelé útra. Jó lehet a felflame igazából, mert ha minionokon is működik, akkor így gyönyörűen el lehet kezdeni pörgetni, minél gyorsabban távolról ugye a sebzés, a corruption pedig akkora CD, hogy mindig kivárni azt, sokkal jobb lesz a wave clearje, vagy hát a minion kilelési gyorsasága majd a shrine-okon azzal a talenttel. Igen, a Guardianok öléséhez biztos, hogy jó lesz. Gyorsabban is tudják elhozni, és ugye nem musz, egyáltalán a minionokat, és ezeket a Guardianokat kell majd neki ölni, hanem ugyanúgy a playerekre lesz ez célozva, csak mellékesen viszi el nagyon könnyedén a Guardianokat. Szép a helyezkedés, ugye a globál karakterek fent, és ugye gyorsan bírnak jönni majd középre, még a piros oldalon Omnia csapata kezdi el jobban a írtását ennek a Guardian csapatnak. Megvan mindkét oldalt a level 4, és közel azonos számokkal, de face to face ölegetik a kis mobokat a csapatok. De akkor nagyobb frontot, mert lement botra, így volt Arcanernek nem a mai első alkalma az, hogy ilyen szinten agresszív azzal a Firestarddal, beragadt P sajnos. Gyönyörű volt például a Fettnek a észrevétele az ügyben, hogy beugorjon a játékosok közé, és hát így blokkolta a többieket a menekülés lehetőségétől. Jó volt, kettő killel, nem egyel, kettővel. First Body, Second Blood a Nomiánál, és jól kezdik ezt a meccset már megint. Punisher újra náluk, vagyis az első Punisher Nomia Warden fog spawnolni, vagyis már spawnolt, és ugye pusol minden. De nincsen nagy védelemre egyébként, kijött a Molten Core, ami szépen sebez távolról, Gul'dan ugratja be a boss-t, a Punisher-t, és könnyedén tudják ezt megállítani, ugye az első Punisher-nek még nincsen nagy ereje. Éppen ezért cserébe is. Ugye hoznak egy jó kempet, és úgy tűnik, hogy abból még lehet még egy majd botlane-en, Arcaner kezdi el ezt ebben a pillanatban, úgyhogy így jobban jöhet ki majd team map controlban Nomia. És ugye uralják ezzel, így, ezzel a döntéssel a kempeket, és minimumot sem veszítenek. Így Falstad fel tud menni topra a Dehakát levédeni. Mint látjuk, fel is ment. Egy berepülő vadászpilótát láthattunk így a kameraállásból. Hát nem zavartatta magát. Egyébként ezeket a kempeket nem nagyon lehet most használni, nincsen akkora erő bennük, nem is csak hogy az erő, hanem hogy egész egyszerű levédeni. Bár a kamerán pont nem ezt látjuk. De hogyha éppen ez egy shine elhozása közben, amikor a Guardianokat kéne ölni, akkor pusolnak, akkor sokkal jobban fáj, mert akkor bizony dönteni kell, hogy vagy a Punisher, vagy a camp levédi is a fontosabb. Majd a felső kempek lesznek azok, amit Tyrell már el is indult, és
Fast egy követi is. Majd ezek lesznek azok a kempek, amik tényleg erővel fognak bírni. Bár ha megvan, ugye megvan rá az esély, hogy topom spawnolhat ez a shine, és akkor nem lesz annyira erősek ezek a kempek, mert minden tag éppen felső lénen lesz, így lebírják védeni majd ezeket. Kicsit korainak érzem az indítást, de jó lehet így is. Ledől közben egy egész jó kis turretecske a Team 8. Ezzel megszerzi majd a level 9-et, és a felső shrine-ra veszi mindenki az irányt. Persze még a level 10 azért, de majd a következő shrine-nál lehetnek majd komolyabb heroik támadások is. De ezt még most ezek nélkül kell, hogy végrehajtsák a srácok. Ugye jó az írtás Nomia oldalról. Mert hát még a teammate-nek ugye védekezni kellett. Egy kicsit kellett, de igazából eléggé lassan szedik, nincsen nagyon wave clear karakterjük. Emiatt a teammate sokkal jobb, ott van Gul'dan, ott van Ragnaros, szinte shotolják ezeket a minionokat. Ahhoz képest Nomia egész jól halad, megint szerezheti, megvan a 10, be kéne menni. Most jönnek majd, de haka érkezhet botlane-ről, menni kell Justin ugrik be. De haka még mindig nem érkezik. A Sulfurász meg jó, és eltünteti Malfiorion-t. Haza kellett küldeni minél hamarabb a temetőbe, így azt a maradék 8-at pedig talán összetudják azért még szedni. De hát ott vannak mind az 5-en, vagy 4-en, bocsánat, 4v5-ben sikerült küld hoznia a teammate-nek, és de haka még mindig szókol. Most érkezik föl, és ott egy jó drag tőle. El lehet hozni Fetet, Silence is rajtuk van, de most már a level 10 is az övék. És nagyon kellett a Sanctification, de rosszkor jött ki ennek ellenére a Mighty Gust, hiszen 2 darab Death CD-t toltak el egyszerre, ami nem túl kifizetődő. De már csak 5 darab kell és 4 vért. Ez meg lehet, sőt, át is adják. Még jobban jön neki. A második Punishert is sikeresen szerzi meg a Nomnia csapata. Igen, csak egyetlen egy nagy gond van ezzel, hogy le vannak maradva fél szinttel, úgyhogy övék az összes Punisher, és övék a kill vezetés is. De valamiért nincs XP rajtuk. Tehát a teammate nagyon-nagyon-nagyon jól csinálja a szókolást. Rengeteg XP-től vette már, vagy veszítette el az Omnia lehetőséget. De ha kell, hogy a két lényt pusztol folyamatosan, és nagyon ritkán jelenik meg a fightokba, általában késik is. Ami azt eredményezi, hogy ebből jön az a bizonyos 3 kill, amivel le vannak maradva. Jó, újra a kempek foglalása a cél. Hát javarész ugye a shrine-ok után ez a két kemp szokott lenni a fő orientált helyszín mindkét csapatnak. Szép a rotáció, próbálnak lehetősége fogást találni a csapatok. De hát a boton hátba támadja őket, a kamerás kicsit késik, pedig ezt mutatni kéne. Ó, ez egy egész jó horrify, de jön a Clans Vanillától, a Sancti is nagyon szép, a védelem nagyon jó, az Nomia pedig kitámadhat. Egész jó sebzést csináltak, és főleg inkább meglöpő volt a DHK érkezés. De menekülni kellett belőle, mert a Sanctification tényleg nagyot tud fordítani, a későbbi időben ez fájhat. Kell a level 13 anomia számára, a teammate-nek most lesz meg hamarosan. Utol kell érni őket viszont Talentben. Utána pedig megy tovább a fight. Teammate gyorsan elviszi még a felső kempet, de Nomia oldalról nem nagyon látszik erre az indulás, hogy ők szeretnének egyet indítani. Ez viszont, hogyha nem védik le, egy fortot is elvihet akár. És Arcane Punisher fog spawnolni, a legértékesebb,
Ezt meg kéne szerezni. El is kezdik nagyon okosan, megvan neki a level 13 már. Nagyon szép a Clance viszont Feten, muszáj volt, mert benne ült a Taunt-ba, és a szulkforrás pedig elérhető! Atya ég, valla, instant eltűnt. Hát ez a szulkforrás smash ereje. Robadova ragad bent Muradinnal, rámegy még egy Taunt is. Hát ez teljes mértékben stompolás. Kettő a semmiért, és a teammate el tudja hozni a punishert most. Nagyon nagy hiba volt a Clance elhasználása egy tankon, amikor a vala teljesen rossz pozícióban volt, akkor sokkal nagyobb értéke lett volna egy Clance-nek, így kibírt volna csúszni. Megbírt volna menekülni, de így lehetetlen, hogyha már CD-n van. A Sanctification most már elérhető, de akkor még nem volt, talán Sanctification nem meg lehetett volna menteni a Super Smash-től. Hoppá, hoppá! Még a fordítás. De ha hullik el. Azért folyamatosan azt látjuk, hogy a teammate jó csapatmunkával killeket tud hozni magával, de a Nomia azért vissza-vissza táncolgat, és egy-egy embert ki tudnak szedni. De hát nincs még veszve a remény, hogy ebből 2-0 legyen. Harcolnak érte keményen, foggal, körömmel. Eléggé fáj ez a Corruption, még így is, hogy nincsen rajta a küldi. Hát javarészt a Corruption általában ugye 16 után fáj, mikor visszafelé táncol. Mivel ugye ez a talent most nem elérhető, így csak ez a 3 tikje marad, de az is bőven elég. Ugye újra campek indítása és ugyanez a rotáció lezajlik. De a teammate csapata mondhatnék kicsit előnyben van, bármint nem a szintre szeretnék utalni, hanem náluk nyitott az alsó keep. Be lehet menni akár, backdoorozni és el lehet hozni. Ilyen ideje lenne valami fajta fortra kimenő DPS-t csinálni a Nomiának, másfél szint a hátrányuk, és nem nagyon értek még hozzá a turretekhez, ebből viszont később gondjuk lesz. A Dehaka push az már nagyon látszik a meccsen, hogy a falat egész jól tudták megszeretni valami. Mit bér ki Justingnak? Opp, az a mod viszont az szép volt a Mighty God, besodorja Yodát turret alá, de még mindig él! Még mindig él, még mindig él, és most sikerül végül megölni, de hát cserébe megölik Tyrael-t is. De a Nomia most már kitámad, Buzz van nagyon low HP-n, de egy kicsit furcsán pozícionálva most John megy előre, és egy HP-n túléli körül Justing. Egy az egyért, oltári nagy fight volt, ezt jobban kellett volna a Nomiának megcsinálnia, és legalább hármat elhozni. Egyébként talent előnybe ment ebbe, vagy talent hátrányba a Nomia. Bátor döntés, de egész jól jöttek ki belőle. Tyrael-nek volt egy kis hibája, hogy hát nem hiba, hanem hogy inkább csak a Sanctification CD-n volt, de alig pár másodperces. Azt annak lehet beítélni, hogy ha később jön egy kicsit a Mighty Gust, akkor elérhető lett volna. Ugye az alsó vonalat védeni kell, Falsted azért is van ott, mert ott indít van az a camp, és mint mondtam, nyitva van a keep. Keephez vezető út, elsőnek is le kéne védeni a campet. Dehakának az a nagy előnye Falsteddel szemben, hogy Dehaka bír nagyobb távolságon is utazni, mint a Falsted. Hát bár az elég nagy a range-e, és ott van most egy egész jó rút. Még a Taunt is, a Sanctification is kint van, P lesz nagy bajban, nincs már rá elég heal, és nem elég a DPS, mindenki túléli a Nomiától. Most lehet aztán visszatámadni, de Fettnek is Vanillának kell egy kis HP, a többiek okéson vannak. 4 az 5-el. Ez meg lehet ez a Punisher újra. Így tudnának menni keepre is akár. A 14. percben 16-os szintnél ez ennyire erős tud már lenni, hogy el tudják hozni azt a fortot valószínűleg egész gyorsan. Ha jól emlékszem, már fal sincsen, így beugratni sem, bezárni sem nagyon tudják. Hogy ez a fort az könnyedén elesett, és át is adja a teammate csapata. De négyen próbálom majd pusolni. Valamit a Nomiának felmutatni push szinterén. És azzal lehet haladni, Fászat pedig jön midre, de a K-val együtt szókolják a lane.
18-17 az állásszintű gyűlés, 6-4 a kill a Nomiának, úgyhogy mondhatni egy kicsit ilyen egálszerűség van, de a Molten Core-t megint jól használja ki Pi. Oh. Azt. És nincs akkora sebzés. Hát azt most nagyon jól fölkészültek a bejövő sebzés, ugye nem volt a közelébe egy teammate játékos sem, de az a Horrify viszont nagyon szép. És az ó, a Mighty Gust bele sodor mindenkit a rootba, de nem jön DPS. Öten ültek stunba és Mighty Gustba és rootba, de még mindig él, mint az egy teammate játékos. Ezt a Nomia most kicsit elrontotta, de viszont most lehet majd menni. Most. Justinnek nincs túl sok HP-ja, Buzz is elég nagy bajba, és sikerül a drag! Tiraet hozza el a teammate, és egy nagyon rossz pozícióból embertőlnek is 5v4-be játszanak. Szép játék. Itt egy kisebb defelési siker az amerikaiaktól, ahogy az kell. A Scientification elérhető volt, de a húzás miatt nem tudta elhasználni. Így gyorsan kibírták snipe-olni. Eléggé fájdalmas, és ebből látszik, hogy már mekkora sebzés van 15. percben és 18-as szinten, hogy azonnal el tudna tüntetni még egy 15 tankot is. Érkezik egy camp a teammate számára, midlane-t veszi célul. Egyedül P csinálgatja azért majd a botlane keepet is. A Nomia pedig ezeket védekezi. Csapdát szeretnének állítani Nomia oldalról, vagyis inkább genkelni. De talán Muradin futhat bele egy az csapdába. Az milyen szép volt az a stun ugrás közben. Parancsolt meg át Justin Robadobának. Egy szinte különbség is, hát közel a level 20 a teammate számára. Így van, most valószínűleg a Nomia kieshet egy fireball, hisz a 20-as szint elérése még időbe telik. És a nagyon nagy szerencsétlensége lesz a Nomiának, botlane-re éled majd a shrine, és ugye azt nem fogják tudni majd kontesztelni a level 20 hiánya miatt, és akkor pedig már csak a keep lesz a core előtt, és meg lehetne csinálni a teammate-nek a következő, vagy hát az első keepet a körön belül. De hát meglátjuk, mit ad be az RNG, midre, úgyhogy szerencséjük van. 50%-os esélye. Igen. Így még van egy keep, vagyis van még egy port a keep előtt, és egy fal, hogyha el is buknák. De valószínűleg meg tudják szerezni ezt a félszint XP lemaradást, hogy meglegyen a 20. Könnyedén. Kisznájpolnának talán egy fortot is azzal szeretném meglépni? Úgysem nagyon tud védekezni. Muszáj nekik pusholni, és jól jöhet egy jó fort push. A legtávolabbi pontot keresték a mapon, így meg lesz a level 20, és lehet menni, hiszen még csak 21 darab minionja van vissza a team 8-nak, 8-nek, bocsánat. És robadobáik már itt is vannak. Be lehetne menni, minden készen el, jól előkészített fightra. Muradinra jön ki a fókusz. Mindenki megőrezte a higgadtságát, és nem történt semmilyen avatar. Na de talán majd most. Lassan jönnie kell. Ott jön az avatar, belökik magukat. Egyen bacot sikerül egyedül kiszedni. A Horrify pedig, hát kifejezetten rosszul sikerül. A Sanctificationnek jelenleg nem volt semmilyen értelme, hogy látom. A Root pedig nagyon jó dehakán. Ő lehet az első halott, de kijön a Healing Regártól. Robadova megy előre. És úgy tűnik, a Justin lehet az első halott. Túlszámolja magát, elszakad a csapatától, de Robadoba is éppen csak, hogy nem tud kiugrani. A két frontline hal meg először a két csapatban. És Peték pedig jönnek hátra. Pi már full HP-n, és vele viszont vigyázni kell. Fú, micsoda játék, gyerekek. És közben megszerzett a teammate Punishert, ami ugyanúgy pushol, de mint mondtuk, ugye le kell ezt még elsőnek védeni. A falat kiszedni még mielőtt bemenne. Igen, nagyon jól csinálták a mondhatni ilyen félig beugratást. Gyorsan DPS-elik is, míg a teammate ideér. És jön a Molten Core. Egy kis időt nyernek maguknak. Ami pont elég lehet. Ahhoz, hogy megvédjék ezt a keepet. Bár kéne a frontline, nagyon szükséges a Muradin léte. Visszajöjjön.
Épp, de nem vállalja túl a teammate csapata, inkább elmennek a biztos kempek irányába. Vagy éppen az alsó vonalat védeni, hisz már ott is a minionok kicsit túl húzgók lettek. Jó, a kemp elhozatal 21-20, 21. perc veszi kezdetét, és jönnek a szokásos kötelezővé vált kempek, és mindhárom kép életben van még, mindkét csapatnál. Hozzáteszem, ez egy olyan mérkőzés, ahol egy fight fog majd dönteni arról, hogy kinyeri meg a játékot, majd valaki végigrepül, mert egy kép már ilyen szinten nem állítja meg a csapatot, maga a játékosokat. Lehet, hogy egy kempért lenne harc? Nem hinném, hogy ennyire túlvállalják, bár tudják, hogy kempeznek, de kibírják zónázni, és esetleg még a kempet is megbírják szerezni, de már itt van mindenki. Oly, nagyon jó! A Mighty Gas nagyon kellett, de annyi CC-n röpült rá Tyrell erre, hogy nem tudta elnyomni a Sanctification-t, így még meghal hozzá Robadoba is Muradinnal, és 5v3-ban a teammate talán végre el tud hozni egy normális képet, vagy képeket talán, botlane-re veszik az irányt. Egyértelmű, de ha kapussal még topon, majd ő is csatlakozik csapatához. Nagyon fájt a kempért való harc, hisz igazából egy kempet nyertek és két embert adtak érte. Oda nem kellett volna bemenni, ez talán a kívbe is kerülhet. Át kellett volna gondolni, hogy miért harcolnak, mennyit érhet egy kemp. Hát ennyit nem. Nagyon jó pozícióba, a konkrétan a totem 10 szekig mindenkit végig hílel, HP-t nem veszítve hozzá kell a képet, és jön a shrine, és még 14 másodperc minimum, még ugye Muradin éled, még nem teljesen omi a csapata, és jönnek még azért egy camp is mindkét oldalra, hogy legyen egy kis pressure. Így újra védekezni kell, bár toppon tudnak indítani egy campet, így egy hossz, egy elhúzódó fight esetén megnyerhetik akár a keepet is, de egész gyorsan hozzá kell a Guardianokat, a teammate csapata, így nem lesz az annyira túl sokáig. Arcane Éréknek jönniük kell, ez most egy sorsdöntő Punisher lehet, és ez pontosan a kor felé veszi majd az irányt, jön egy Mighty Gust, Pete löki be az emberek közé, de nem nagyon jön sebzés, a Horrify Pig nagyon szép ketté szakítja a frontline-t is, Novadaba most tolja el az avatárt, rájön még egy kis self-heal, Fettnek viszont menekülnie kell, John 0 HP-n, ezt nagyon nehéz lesz Vanillának kihilelnie, míg Yodáék szinte full HP-n vannak és senkinek nem fogyott el semmie, az micsoda Justin pörgés volt Charge-al és Taunt-tal, a Corruption pedig fájdalmas, kijön közben, gyönyörűen a Sulfur Smash is, és az első jött megint ír el, Robado pedig úgy tűnik, hogy a más, sőt, még a vég el tudták hozni Mulafurion-t is. Egy jól pozícionált DPS-sel. Hát itt most összeesik és egy-egyre fordít. Fordít, egyenlő teammate. Innen már valószínűleg nem tud felállni a csapat, ez nagyon nagy veszteség, azonnal használják is a Molten Core-t. Pi így már azonnal a Core sebzi. Muradin még beugratja és próbálja midre húzni az Arcane Punisher-t. De ez már nem segít túl sokat, hisz már anélkül is be tudják fejezni a játékot. Könnyed. Hát ma nem mondanám könnyednek, de egy elég kimért meccset láttunk, ahol végül a teammate győzedelmeskedett. A Nomia sokszor túlvállalta magát is.